jó estét kívánok! Köszönjük szépen, olyan sokan eljöttetek mai esti programra. Szabad akaratról lesz szó, ahogy látjunk. És miről lesz szó? Most ezek a témák lesznek, ami össze fog rakni nekünk, vagy segíteni fog összerakni nekünk képet a szabad akaratával kapcsolatban. Hát, ugye megnézzünk, hogy szabad akarat, hogyha van, akkor mit jelent, hogyha helytelen használata? Vagy, hogyha van szabad akarat, akkor mit jelent, hogy gyenge, vagy erős, van-e ilyen? Egyáltalán azt is megbeszélünk, van-e szabad akarat valakinek? Hogyha van, és van gyenge, akkor mi az okai, amit gyengítenek? Ugyanakkor lehetne valahogy erősíteni a szabad akaratot, és miért kell? Lehet, hogy nem is kell szabad akarat erősítése, csak ilyen időpazarlás lesz. És megnézzünk, hogy létezik-e helyes használata szabad akaratnak. Miért itt kérdésesen mondom? Mert a tudósoknak a véleményét is fogok használni, és nekik különböző véleményük van ezzel kapcsolatban. Hát, kezdjünk is. Először próbáljunk összerakni, mit is jelenti szabad akarat, mi a definíciója, mert különböző vélemények vannak. A tudósok, kognitív pszichológusok, mindenkinek van egy saját véleménye, és általában mindenki úgy mondja, hogy én mondom, én szerintem, az én megértésem szerint ez így van. És akkor az egyik megcáfolja a másik véleményét, és akkor így működik. Hát van egy nagyon híres tudós, aki Libet, ez a neve, ő állította össze egy kísérletet, hogy bizonyítsa be, hogy most van szabad akarata emberek, vagy nincs. Általában mi ez a szabad akarata, hogy próbálnak megmagyarázni a tudósok? A szabad akarat az az, hogy nekünk van valamilyen döntésünk. És ez a döntés, ez egy automatikus reakció valamire, azért döntöttünk így, vagy ez a mi akaratunk, hogy mi így akartunk dönteni. És akkor itt már, szóval ez kellene, hogy legyen akarat, amikor én szabadon döntöttem. Na most én tudok szabadon dönteni, vagy nem tudok, na itt már vannak különböző vélemények. Egyes tudósok azt mondják, hogy igenis, van szabad akaratunk, mint a Libet, aki, hát Benjamin Libet, ő pár ilyen jó kísérletet csináltam saját annak idején, ahol bizonyos feladatokat adták embereknek, rákapcsoltak mindenféle kontrolláló gépeket, az egyik mondjuk az ujjra, hogy mozduljon az ujj, a másik mindenféle érzékelők raktak a fejre, hogy agynak a funkciókat, meg mindenféle mozgását tudjon tapasztalni. És milyen eredményt értik el ilyenféle kísérletekkel. Mondták az embernek, hogy amikor így gondolod, akkor csak mozdíts meg az ujjadat. És akkor egyik gép, ami le van kötve az ujjra, akkor az regisztrálja, hogy van egy mozgás. A másik gép figyelte az agyát. És az egész kísérlet azt mutatta, hogy mielőtt mozdulna az ujja, néhány másodperccel előtte az agy aktív lett. És ő ezzel azt bizonyította, hogy agy próbálta dönteni most. Fogok most emelni az ujjamat, vagy nem? És végül döntött. Szóval ő ezzel bizonyította, hogy van egy szabad akarat. Mivel nem, szóval a döntés, amikor ő felemeli, ez már döntés. De mielőtt döntött, azelőtt már aktív volt az agy. És ezzel arra utalnak a tudósok,
Aha, hát akkor gondolkodott, most emeljek, vagy nem emeljek, és utána hozott döntést. Ő így ezzel által bizonyította, hogy van szabad akarat. Aztán másféle tudósok magyaráznak, hát nincsen szabad akarat, majd mi megnézzünk őket is, kicsit később, hogy ő hogyan, min próbálnak fogni, vagy mik az érvek, hogy nincsen szabad akarat, vagy van szabad akarat, természetesen. És mindegyik meggyőző. Hogyha valaki megnézi, vagy meghallgatja, vagy elolvas a könyveket ezzel kapcsolatban, akár először elolvas olyan könyvet olyan tudósnak, aki próbál meggyőzni mindenkit, hogy szabad akarat létezik, akkor nagyon meggyőző lesz. Ezután fogjunk egy másik könyvet, ami ellentétes dolgokat fog mondani, hogy nincsen szabad akarat, az is meg fog győzni minket. Hát akkor ez van vagy nincs? Forró vagy hideg? Ugye? Ez egy kicsit nehéz. És ezért vannak viták, mert nálunk ebben a világban korlátozott tudattal mi úgy szoktunk meg, vagy van, vagy nincs. Nem? Hát, hogyha valaki üreg, az nem tud lenni fiatal, ki már látta ilyen embert, aki öreg is, meg fiatal is. Vagy mi most itt vagyunk bent, de akkor mi nem vagyunk kint. Vagy mégis kint is vagyunk? Nem. Mi most bent vagyunk, mert egyszerre nem tudunk kint meg bent lenni. Szóval mi így megszoktunk ebbe a világba gondolkodni, és ezért nagyon nehéz elfogadni, hogy lehet másképp is. De a védikus írások, ami sok-sok információ rendelkeznek, nagyon, hát a véda ez azt jelenti, hogy tudás, ami mindent tartalmaz. A pszichológiát is tartalmaz, és a jógát, ugye a jóga az pont a védikus tudásból jön, aki hallotta Ajurvédáról, véda, Ajurvéda, ez véda, védikus írások. És ők szerint azt állítják, hogy az ember tud rendelkezni szabad akarattal. Teljes mértékben, teljes szabadsággal. De el tud veszíteni teljesen a szabad akaratot. Ezért minden tudósnak igaza van. Csak nem raknak össze a képet az egybe. Ők mindegyik, és megyik ugyanannak a dolognak egy másik szemszöget vizsgálja. De az is igaz, amikor mondanak, hogy van szabad akarat, mindjárt ezt megnézünk, és az is igaz, nincs szabad akarat. Miért ott van vita? Azért, mert sokszor ők azt gondolják, hogy az ember az az agy, és ő az aggyal dolgoznak csak. De agy az egy korlátozott valami, korlátozott gép. És teljesen megérteni az embernek a tudatját az agy kutatás által lehetetlen. És sokszor ők is mondják, amikor nagyon-nagyon belemennek a részletekbe, akkor mondják, hát itt már nem lehet érteni. Majd kicsit később fogok egy másik tudóst is idézni, majd elmondom, ő mit mond. Végül ő azt mondja, hogy ha az ember biológiai eredmény, egy tiszta biológiából van, és a tudat ez a biológiai funkció, akkor a többi a kapcsolatok, az érzelmek, ami kiszámíthatatlan, azt mondja, az már nem biológiailag nem magyarázható. Nem lehet megérteni. Ugyanakkor mondja, de én meg vagyok győződve, hogy mi egy biológiai lények vagyunk. Így nem lehet megérteni a szabad akaratot. Szabad akarat, szóval nekünk van kötődéseink, vannak megírt programjaink, ahogy mi reagáljunk, a vágyaink, amit visznek minket. És ezért a szabad akarat az azt jelenti, hogy nem azt csinálok, amit én akarok, amilyen ingert kaptam,
hanem azt csinálom, amit kell csinálni. Aki így tud cselekedni, az az ember teljes mértékben rendelkezik szabad akarattal. És erre fogok majd az egész előadáson válaszolni, hogy ez mit jelent most, hogy nem azt csinálok, amit akarok, hanem azt csinálok, amit kell. Ezeket fogunk beszélni. Rendben, akkor megyünk következőre. A világban, ahogy a szabad akarata mennyire nyitott lesz, vagy mennyire fog ember szabad lenni, vagy rendelkezni szabad akarattal, az különböző tényeken függ. Nem az agy működésen. Mert az, hogyan működik az agy, ez már eredménye az előzményeknek. És még most megnézzük, mik az előzmények. Mert amikor agyat vizsgáljunk, agy nem ok, hogy mi így viselkedjünk. Az ok, ez máshol van, beljebb van. Az agy, az csak egy ilyen közvetítő gép. És akkor ezért, hogy megtanulmányozunk az agyat, próbáljuk ezáltal megérteni kognitív tudatot, meg a filozófia, a pszichológiát, akkor nem fogok sose megérteni, mik az okok. Ezért azt mondják a védikus írások, hogy a világban, vagy a világ működtetése alapszik egyféle harmónia törvényen. Szóval egy harmónia törvény, és ez azt jelenti, hogy és egyensúly. Hogyha ember ismeri ezeket a törvényeket, ezt a harmóniát, egyensúlyt, akkor nagyon szabad lesz. Akkor fog érezni szabadságot. Mert az anyagi világnak a törvényei mindig reagálnak a mi tudatállapotra. Ezeket mindjárt fogok mondani példákat. Most egy kicsit nehéz száraz, mert ez egy fontos definíciók, de utána tiszta lesz és érthető lesz. Jó, akkor hogyan mondanak a tudósok, hogy miért nekünk nincs szabad akaratunk? Például valaki veszi magának egy inget. És akkor ő elmegy, egyik szempontból, így mondanak a tudósok, egyik szempontból elmegy ember boltba, és akkor ő választotta. Bement egyik boltba, másikba, végül valamelyik boltba választotta egy inget. És akkor ő azt mondja, jó, ez lehet mondani, hogy szabad akarat, de ugyanakkor nem. Mert ez az én választásom be van folyásolva a kultúrával, hol lakok. Van egy ízlés is, amit kaptam valakitől. Vagy valamilyen más döntés, az se szabad, mert hogyha én múltbelibe átéltem bizonyos traumákat, akkor az szerint fogok dönteni. Ezért nincs szabad akaratom. Így mondják a tudósok, akik nagyon szépen meg tudnak cáfolni, hogy nincs is szabad akarat az embernek. De végül miért nem lenne? Ezt először megnézzünk, hogy hogyan alakul, de amit ők mondanak, az igaz. Most nézzük meg, a védek mit mondanak. Hogy miért én választottam ezt az inget, vagy bizonyos féleképpen reagáltam egyik helyzetre. És a védikus írások szerint, hogy sokszor ez lehet, hogy szabad akaratból volt, de lehet, hogy nem. Ők azt magyaráznak, hogy van, hogy nekünk van karma. Ki még nem hallotta a karma szót? Mindenki hallotta, nagyon jó. És a karma, ez pont tárhely, információ gyűjteménye a múltbeli szerzett élményekről. Hogyha mi végeztünk valamilyen tettet, kaptunk egy élményt, akkor értékeltünk a helyzetet, például kaptunk fájdalmas élményt, akkor egy fájdalmas értéket hoztunk, jött létre bennünk,
ezért hasonló helyzetbe ez az élmény felébred, és ennek a trauma szerint fogunk reagálni. Akkor ez nem a mi reakciónk, hanem ez egy élménynek a reakciója, amit mondják a tudósok, ez így van. És ez lehet ez az életből. Mert például ők is már nem tudnak megmagyarázni nagyon érdekeset, pont egy orosz pszichológussal, tudatkutatóval volt egy interjú, ahol pont magyaráznak, hogy hát minden előre van rendelve, hogy ember hogyan reagál minden helyzetbe, és így tovább, és így tovább, és akkor, mert nincsen szabad akarat, de hogyha nincsen szabad akarat, akkor minden ember kiszámítható, ami igaz, kiszámítható, de Zsák utcába kerültek, amikor mondták neki, jó, de hogyha kettő iker születik meg, ott minden ugyanaz, ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, ugyanazban körülményben megszülettek, ugyanolyan nevelést kapnak, minden ugyanaz. Mégis kettő másféle ember. Nem tudnak mit válaszolni. Próbáltak, hát mert más az agyforma. És akkor nevettek ők is, hogy hát ez nem egy megmagyarázat, hogy más az agyforma. Nem, azért más, mert az előző életben más cselekvésük volt, más szamszkárok, élményeket létrehozták maguknak, gyűjtöttek, és ezért jelen életben hasonló karma miatt ugyanannal a szülőnől születik, ugyanazon a napon, ez minden mutatja, hogy nagyon hasonló a karmájuk, és még hasonlítják egymásra, de a karakter különbözik. De ez nem jelenti, hogy szabad akaratuk van még, mert mi szabad akaratot, mi kicsit később megmondjunk, ez még nem szabad akarat, mert mindenkinek megvan a saját forgatókönyve, a saját tettek szerint. Mert ez folytatás az előző életnek. Most csak így, ezeket így nézünk, jó? Fogunk nézni mindjárt a szabad akaratot. Ezért, amikor mi csak agyra, ahogy mondtam, próbáljunk mindent kenni, hogy itt az agy a lényeg, akkor ez egy nagyon korlátozott. Helyes dolgok, amit mondtam, csak nincs teljes kép. És akkor, hogyha mi összerakjunk teljes képet, akkor nincs mit vitatkozni a tudósoknak. Ezért ugye a védikus, hát hogyha meg is beszéljünk, megmondjuk, hogy mit jelent a pszichológia, ki tudja, mit jelent a pszichó? Lélek. A lógia? Tudomány. Lélek tudománya. Ez a pszichológia, vagy filozófia, jóga, ez mind ugyanazzal foglalkozik, gyakorlatilag. A tudattal. Az embernek a tudattal, mert a tudat, ami a pszichó, ez arra utal, hogy nem a test a tudattal rendelkezik, nem az agy, hanem a lélek, aki benne van a testben, ő rendelkezik a tudattal. Ez egy pszichológia. Gyakorlatilag ez a lélek, aki karmával rendelkezik, és az ő tudatja traumák által most problémákkal küzd. Meg van kötve. Jó, megyünk tovább. Akkor csináljunk most egy kísérletet. Jó? A szabad akarattal kapcsolatban. Mondom a feladatot. Én fogok számolni háromig. A háromra mindenki saját szabad akarata szerint fog cselekedni. Aki akarja, háromra emeljen jobb kezet. Aki szeretne bal kezet, az emeljen bal kezet. Aki semmit nem szeretne emelni, akkor ne emeljen kezet. Jó, ameddig számolok háromig, addig döntést kell hozni, én mit teszek. Benne vagyunk? Nagyon jó. Egy, kettő, három. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Nagyon helyes. Most mindenki azt gondolja, na, én ezt akartam csinálni. Sikör, mivel én akartam, én most felemeltem, mert én
miért nem emelnék fel? Én a jobb kezemet felemelem. A másik gondolja, hát mivel én balkezes vagyok, vagy más gondolata volt, én akarom dönteni, hogy én balkezet emelek. Akkor harmadik csoport mondja, hát én nem veszek részt ebbe furcsa kísérletbe, engem még kinéznek, utána még most emeld meg a kezed, utána gyere ki, utána mondd el egy verset, nem, köszönöm szépen, én nem emelem a kezemet. Egyik se szabad akarat. Mindegyiknek van valami élmény, ami segített hozni döntést igazából. Mert szabad akarat az egy nagyon-nagyon komoly dolog. És ezért mi nem sokára mindjárt fogunk ezt beszélni. Oké, akkor még egy kicsit akkor ezekről a szamszkárokról, amit beszéltem. A szamszkár az az élmények, ami múlt életünkben, ez lehet gyerekkorunkban, lehet előző életünkből, amit kapunk, az mindig hatáson van ránk, a mi döntésünkre. Arra hatással vannak, hogy mi hogyan látjunk a világot, hogyan értékeljünk a helyzetüket. Egy példát. Vannak olyan emberek, akik azonnal magára vesznek mindent és megsértődnek. Vannak olyanok? Vannak. Miért? Mert szamszkárok kényszerítenek úgy látni, hogy mindenki valamit akar tőlem, vagy valaki, mindenki engem lenézni akar, vagy valami csinál, vagy negatív felém. Csak hogy magát ember fel tud hergelni. És utána felhívja a barátnőjét, és mondja, fú, ezektől az embertől olyan negatív vibráció volt, adjál egy tanácsot, mit csinálj, nagyon negatív, nem tudom, mit csinálni. Nem muszáj, hogy legyen negatív, csak az embernek ilyen korlátozott a tudatja, hogy nem tud pozitívet látni, csak negatívet lát. Ez nem biztos, hogy mindenki negatív. Szóval ezt csinálnak a szamszkárok. Hogy értékelés, akkor a döntés, ezért ebből a szempontból minél erősebb a karmánk, annál jobban be vagyunk folyásolva, meg vagyunk kötve. A védikus írásokban van egy ilyen kifejezés, hogy feltételekhez kötött. Az, amikor a szabad akarat nagyon meg van kötve. És akkor, de ahogy mondtam, hogy lehet van nagyon megkötve lenni, ahol teljesen ember elveszíti a szabad akaratot, és teljesen szabad, és köztes bármilyen variáció lehet. Szóval nem úgy, hogy csak kettő ember létezik, nagyon szabad és nagyon megkötött, nem. Ezek között belefér végtelen kombináció. Akkor jó szamszkárok. Akkor még egy dolgot fogunk mondani. Jó. Szóval általában mindjárt meg is nézzük, mik ezek a szamszkárok, élmények, múlt életből szerzett, amit eredményeznek nekünk, vagy embereknek, hogy teljesen el tudnak veszíteni szabad akaratot. De milyen élmények, azt is a végén elmondom, mert ugye gyakorlati lesz a vége, milyen élmények szükséges ahhoz, hogy ember teljesen szabad legyen. Mert hogyha már az élmények minket megkötnek, akkor az élmények meg tudnak segíteni nekünk felszabadulni. Úgy is mondják, az az ember, aki teljes mértékben szabad akarattal rendelkezik, az úgy mondják, hogy felszabadult. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ilyen embere nincsen hatással, ami nincsen hatása, az majd kicsit később el fogok mondani. Hogy ne szaladjunk nagyon előre, de izgalmas lesz, mik azok. De most nézzük meg a szamszkároknak egy pár példát. Mit jelent, hogy valaki szabad? Szeretne valaki, ha ő szerinte, hogy mit jelent, hogy valaki szabad ember, szabad akarattal rendelkezik? Az, hogyha ő most egy kicsit elgondolja a
Cselekvésbe ilyen embert hogy lehet felismerni? Segítek. Nem köti a vágyai. Igen, és ezt hogy lehet látni? A tetteken. Jó mondtál. Meg hogyha valami nem úgy van, ahogy ő tervezi, akkor nem kapja fel a vizet. Nagyon jó. Hanem a földet. Igen, igaz. Tulajdonságaiban. Igen, nagyon jó. Pozitív tulajdonságok. Igen, hogyha mi ezt máshogyan ugyanazt, amit mondjátok, összefogalmazunk, akkor ez azt jelenti, aki tud szeretni másokat. Ugye, gondoskodni másokon, és nem törődik magával. Mert neki nem a sajátra koncentráció elégedettséget okoz, boldogságot, hanem amikor látja másokat boldoggá. Ez egy szabad ember. Általában ember magára zárkozik, és nagyon korlátozott kezd lenni. Ezért akkor van még a negatív példa, amikor valaki kapja szamszkárokat, élményeket mondjuk a dohányzásról. Ez megköti az embert? Ugye? Nem tud abba hagyni. Nagyon nehéz. Majdnem lehetetlen. Nem lehetetlen, de majdnem. Vagy alkohol, ez most ilyen kicsit éles példákat mutatom. Szóval a mi rossz szokásaink megkötnek minket. Például ember tud finoman válaszolni másoknak, de tud robbanékony lenni. És nem tud mit csinálni, mindig robban. Pedig valaki csak kedvesen hozzáfordul, és na, mi van, és akkor ilyen durva lesz másokkal. És nem tud változtatni rajta, meg van kötve. Szük, nincs tudat, nincsen szabad akarata más hogyan cselekedni. Észrevettek, amikor valahol vagyunk, és tudjuk, hogy nem így kell csináljunk, de nem tudjunk, meg kell bocsájtani valakit, tudjunk, de nem tudjunk megtenni. Mert nincs szabad akaratunk. Mert szabad akarat lenne, meg tudjunk bocsájtani. Ez a... És miért? Mert például miért pont a szamszkárok? Mert megint, amikor valaki dohányoz, ő kapja egy élményettől, és ez az élmény megköti. Amikor alkohol, az is egy élmény, amikor ember iszik és hatás alatt van alkoholnak, ez egy élmény. És ő mindig akarja újra ezt az élményt kapni. És ezért meg van kötve, mindig újra és újra, újra és újra. Ez egy dolog. Aztán persze lehet a viszonyukban is, hogy ember, aki gyenge és csak magára van fordulva, akkor sértődékeny lesz nagyon, mert nem úgy csinál, hogy nekem tetszik, mert olyan ember, akinek minden szükebb a szabad akarata, annál jobban magára gondol az ember. Na mindjárt, mindjárt megyünk oda, lassacskán oda fogunk kilukadni. Igen, itt nem vagyunk képesek megbocsátani, ez szabad akarata gyengesége. Jó, megnézünk mindent itt. Terv szerint mondtunk, jó? Akkor most megnéztünk, hogy tud lenni szabad akarat, rendelkezni ember, de el tud veszíteni. Most akkor nézzük meg, hogy mik az okok annak, hogy az ember elveszíti a szabad akaratát. Itt a táblán lehet látni, van belsődleges okok, van külsődleges okok. A belsődleges okai a boldogtalanság, hogy én valamikor ember alapban már boldogtalan. Észrevetetek néha az utcán, amikor lett, ahol mi járunk minden nap, és akkor minden nap találkozunk ugyanazokkal a személyekkel, akik ugyanúgy mennek a munkába. Valaki megy így, van, aki minden nap így megy. Valaki így megy. Észrevetetek, ilyen boldogtalan, és mindig ilyen. Észrevetetek? Boldogtalanság. Ettől, szóval ez mit jelent? Ez a múlt életnek meghatározza. A cselekvései meghatároznak, hogy én milyen
ilyen nyitott leszek, és boldog, vidám, napsütés leszek, vagy beborult leszek egész életembe. Ez minden múlt életnek az eredménye. És aki már alapban boldogtalan, mert nem tud semminek örülni, ilyen pessimista, akkor ez mutatja, ez az oka annak, hogy valaki nem rendelkezik szabad akarata. Mert nem lehet vele, tudjuk, hogy meghívjunk egy ilyen ember buliba, tehát elrontja az egészet, nem? Ott saját negatív arcával fogott ülni, mindenki, ez nem biztos, ez egy jó dolog, nem biztos, és akkor csak, jó, akkor legközelebb ne gyere. Ugye? Miért? Mert nem tud változtatni, annyira korlátozott a szabad akarata, aggódalom, stressz, ez minden korlátozza. Mert ember nem tudja mondani, holnapról nem stresszelek. Meg lehet próbálni mondani, de nem biztos, hogy fog sikerülni. Akkor stressz, aggódalom, negativizmus, bánatság, panaszkodás. Vannak olyan ismerősök, mindig panaszkodnak? Felhívnak telefonot, fú, ez van, megint ez van, tudod, most azt, tudtam, hogy ez lesz velem. És ezt képzelni, megint ez van. Nem tud valami pozitívról beszélni, csak panaszkodik. Miért nem tud? Mert nincs szabad akarata. Kész, be van így rögzítve erre panaszra, és kész. Nem tud változtatni. Ez a belső. Akkor van a külső szabad akarat korlátok. Van szegénység. Például, de ez nem jelenti, hogy belsőleg muszáj legyen korlátozott szabad akarat, de általában, hogyha megnézünk külsőleg, szegény ember korlátozottabb, mint gazdag. Mert ő már nem tud venni magának autót, mondjuk. Mert ez is egy szabadságot ad, egy autó. Azt a gazdagság adja többféle szabadságot. Szegény lehet, hogy él egy kis valami fekete lukba, ember, aki gazdagabb, az szép körülmény, ember, úri emberi körülmények között él. Ezért a szegénység korlátozza a szabad akaratát. Nem muszáj, hogy a belső szabad akaratot korlátozom, persze. Ugye? Ezért mi most csak külsős. Itt autót a belsőt, a külső. Betegségek. Amikor valakinek fáj a foga, az nem tud vidám lenni, vagy valami más, valaki megtudja, hogy gyógyítatlan betegséggel rendelkezik. Nagyon megkorlátozó szabad akaratot, mert nem akarja nagy nyaralásra gondolni, ami megtervezte, és holnap volna indult volna, meg vannak a jegyek, minden, olyan szép és jó, és most utolsó pillanatban megtudtam, hogy nagyon súlyosan beteg vagyok. Hopp, rögtön megkorlátozó szabad akaratomat. Már csak ezzel fogom élni betegséggel, minden, már nem leszek vidám, ugye? Akkor a viszonyok romlása. Hogyha valakinek elromlanak a viszonyok emberek között, az nagyon, ez lehet a munkahelyen, hogyha főnökkel romlik a kapcsolat, akkor ember teljesen meg lesz korlátozva, hogy mit csináljon, hogy cselekedjen. És a családban, bárhol. Börtön. Az az ember, aki nincs börtönben, szabadabb az akarata, hogy el tud menni A-tól B-ig. Mondjuk egyik városból másikba, de az ember, aki börtönben van, az csak tud menni, ott is A-tól B-ig tud menni, de a cellának, a cella belül, ugye, korlátozottabb. Hogyha valaki tovább, ez így mutatom ilyen degradációkat, még jobban degradál valaki, ugyanaz a lélek, hogyha még jobban elveszíti szabad akaratát, akkor már elveszíti emberi testet. Mert mindig börtönbe, de emberi testbe, mindig nagyobb a szabad akarat, mint mikor ez a lélek állati testbe kerül. Mert állat sokkal korlátozabb. Szóval akkor így lehet még jobban elveszíteni. És lehet növényi testbe kerülni, az azt jelenti, hogy teljesen el van vészve a szabad akarat. Ezt mindjárt elmondom, hogy ez hogyan történik, miért így történik. Hogy sok ember gondol, hát ez az kicsit túlzás, hogy most már növények, mi emberek vagyunk. Nagyon sok, nagyon gyakran írnak nekem kommentekbe, nem tudom miért írnak, mi
a ok engem akarnak meggyőzni, hát írjanak másként, engem nem lehet ebben meggyőzni, hogy aki lélek, aki emberi testben született, az már sose lesz állat. Az teljesen nem így van. De írhatnak attól, mert mindig nem így van, lehet írni. Ez mert nem velem vitatkoznak, aki nekem írja, hanem a védikus tudása. De a védák, mit jelent, hogy a véda? Az a Istennek a véleménye. Ki Isten? Ő teremtette a világot, akkor ő tudja legjobban. És hogyha ő azt mondja, Isten, hogy lehet lenni emberi testben lélek, úgyis ugyanaz a lélek tud menni lejjebb, állatiben, növényben is tud menni vissza. És aki vitatkozik, de igaz, akkor próbál Istennel vitatkozni. Milyen esélye van neki legyőzni Istent? Semmennyi. Szóval ezért ez működik így. És én ezzel kapcsolatban lehet, hogy a következő díjánál fogok mondani egy példán, hogy ez hogyan történik, jó? Hogy miért idáig megy. Mert amikor én mondtam, hogy teljes mértékben lehet veszíteni a szabad akaratot, akkor ez már nem emberi testre gondoltam, hanem a növényi. De ugyanaz a lélek, ugyanaz a személyiség tud lenni. Mert ember még mindig, akármilyen korlátozott, mindig nagyobb szabadsága van, mint egy növénynek. Mert a fejletebb a tudatja már azért. Igen. Igen, többféleképpen nyilvánul meg a szabad akaratnak a korlátjai, ahogy itt látjunk, és megyünk még egy kis mechanizmusot, megnézzünk, hogy ez, hogy hogyan történik valójában akkor. Akkor, hogyha mi megnézzük, hogy mi az, amikor ember rendelkezik szabad akarattal, és hogyan tud veszíteni úgy, hogy akár elveszíti a szabadságát. Mint börtön, utána majd fokozunk tovább. Hát elsősorban azért, mivel a világ, ahogy már említettünk, harmónia, egyensúly, törvényekkel rendelkezik, hogyha ember ismeri ezeket, a törvényeket, ez nem csak az alkotmányban, ami le van írva, hanem mert sokszor már alkotmány, az nem jelenti, hogy valaki törvényes életet él. Mert az eredeti törvény a világnak, az emberi társadalomra ez a Isten törvénye. És hogyha a társadalomnak az alkotmánya egyezik, mert régen úgy volt, régen a királyok, a bölcseke, mikor állítottak össze a királyságnak az alkotmányát, a törvényeit, akkor nagyon figyelték, hogy teljesen összhangban legyen az Isten törvényekkel. Hogyha nem egyezik, akkor itt probléma, mert állampolgárként jó vagyok, de lehet, hogy Isten törvénye szerint már bűnös vagyok. Ezért kell nem csak állampolgári alkotmányt ismerni, azt kell ismerni, mert be kell tartani, de ugyanakkor lehet finomítani, Isten törvényet ismerni. És ezért, amikor ember ezeket betartja, a törvényeket, most nézzünk a világi alkotmány törvényeket, akkor olyan embert nem bántanak, ugye? Nem fognak elveszíteni tőle semmit, nem korlátozzák az ő szabad akaratát, akkor használja olyan, az, aki törvény szerint él, alaphelyzetben használja a szabad akaratát, ahogy ő szerint akarja. Sőt, hogyha valami jó dolgot csinál, megmenti valakit, egy hős tettet fog csinálni, megelőzi valami terror akciót, és megmenti egész Zalaegerszeget velünk együtt, akkor növekedni fog a szabad akarata. Elismernek az embert, kap aranykereszt érdemet, ugye ez már egy kicsit így hoppá. Vagy akár valamikor mondják, hát akkor most kap Nobel-díjat is. És ilyenkor még jobban szabad akarod, mert akkor már te tudsz menni, ahová tegnap nem tudtál menni. Szóval, hogyha mi jobbat csináljunk még, mint az alaptörvények, akkor
tud növekedni a szabad akaratunk. De ez most így is van, nem? Ez most nem mondom, ami nem lehet ellenőrizni. Ez most tényeket csak sorolok fel. Akkor híres lesz az ember, ez is egy ilyen szabad akarat nő az embernek, mert akkor sokféle dolgot tud elérni az életében, amikor híresvasi válik valaki, mert nagy hős volt, vagy valami. Szóval így történik. És ugyanúgy Isten törvényekkel szerint van. Hogyha valaki betartja, akkor ő mentes lesz a szenvedéstől mindig. Ma mitől pont, én mindig megtartom, hogy mit jelent, hogy valaki mentes és szabad akarattal rendelkezik, még a végére egy kicsit tartok, de sokkal nagyobb szabadsága lesz, ez már milyen jó szabadság, hogyha valaki egy ilyen jó polgár, de hogyha még jobban betartja az isteni törvényeket, akkor sokkal-sokkal nagyobb belső dolgok fognak változni a szívébe az embernek. Ez erre lesz válasz, ez nem fog maradni egy ilyen rejti. Nem szeretem ilyen előadásokat, hogy mondom valami, és akkor én se értem, mit mondtam, önök se, és akkor tapsoltunk egymásnak, mentünk haza. Ez nem az én stílusom. Akkor nézzük másik, hogyha valaki nem követi a törvényeket. Nézzük meg, akkor valaki nem tartja be sebességet, és kamera van. Fog-e korlátozni ez a törvénysértés a szabad akaratát embernek? Fog. Melyik olyan büntetés? Akkor azt a pénzt, ami szabad akaratából már tervezte, mire fog költeni, nem fog tudni erre költeni, elvisznek. Így korlátozik a szabad akarat. Hogyha, látjátok, a szabad, már csak a társadalom belül is ugyanaz a törvény működik, mint az Isten országában, ahol vagyunk. Ugyanaz a séma a szabad akaratra. Nézzünk tovább. Hogyha mi még jobban, mondjuk ez egy jó, akkor most valaki nem tartotta be sebességet. Akkor egyféle szabad akaratvesztés. Hogyha valaki elüti egy embert autóval, az komolyabb szabad akaratvesztesség. Hogyha valaki már tudatosan kezd törvénysértő lenni, tervezett és elszánt ember, akkor mi fog történni vele? Vagy hát akkor az történik, hogy nagyon szabadság veszteségét fog kapni, akár 10 évre, 20 évre. Ugye? Szóval így történik ebbe a világba a szabad akarata vesztesége. És ugyanúgy a Isten törvény ugyanúgy működik, hogyha ember ebben az életében nem tartotta be a törvényeket, hogyha tartja be, akkor következő élet garantált szabad, boldog, ott nem lesz semmibe hiány. Hogyha nem tartja be, akkor vagy szegény lesz, vagy beteg lesz, ez minden korlátozza az embernek a szabadságát. És végül, hogyha még ember nem érti, és egyre rosszabbat csinálja, akkor elveszíti emberi testet. Ez is egy korlátozottság. Akkor kapja állati testet, vagy növényi testet, attól függ, hogy mennyit a sértés a törvény ellen elkövette. Remélem, nem okoztam senkinek depressziót, ilyen kis lelkesítő dolgokkal. Na, mindjárt megyünk kifele. Nem, még egy kicsit depresszió lesz. Nyugtatót hozták mindenki? Mert már nekem már kell. Mert most konkrétika kell. Oké, ez mind csak igaz, de konkrét dolgot akarunk tudni. Mert ezzel így jó, de nem olyannyira tiszta, most mit csináljak? Kit kapjak el magamban? Mi legyen? Na most megyünk tovább. Mi ez, ami okozza bennünkbe sérteni a törvényeket? És emiatt elveszítjünk a szabadságunkat. Van 6 ellenségünk
amit itt látjátok. És ezek a konkrét hat ellenség, ami düh, mohóság, illúzió, büszkeség, irigység. Ez az embernek a valódi ellenségei. És ők kényszerítenek embert megtörni a harmóniát a világba, az egyensúlyt, a viszonyokba, saját magukba, mindenhol is ember mindig utána csak szenvedni fog, és el fog veszíteni a teljes szabadságot. És mit okoznak, majd egy kicsit, most nem fogunk mind a hatot átmenni, az ellenséget, most csak az elsőt egy kicsit később megnézzünk, hogy lássunk, hogy konkrétan ez mit jelent, de milyen eredményeket nekünk adnak ezek a hat ellenségünk. Hát tudatlanság, vagy elveszíti tőlünk a tudást. Mit jelent, hogy tudatlanság? Ez azt, hogy én kezdek gondolni, hogy én vagyok ez a test, hogy én vagyok központ a világba, körülöttem kell, hogy forogjon az egész világ, én vagyok a legfontosabb, én vagyok a legokosabb. Ez már utána ide tartozik a büszkeséghez, de kétől, mind a hattól ez fog eredményezni, hogy a tudatlanság, tudás hiánya. És ezért nem tudjuk megoldani az életünket. Mert megoldani az életet tudás nélkül, igen, ne felejtsetek el mindenki, visszakapcsolni a telefonokat, miután kimennek. Köszönjük. Akkor ez az egyik, hogy a tudás nélkül nem lehet kimászni. A második, amikor valaki összekeveri ezt a hat ellenséget barátokkal, hogy ezek a jó barátaim, akkor kezd ember kultiválni negatív tulajdonságokat. A negatív tulajdonságok, minden tulajdonság ez egy energia. Mindjárt megcsináljunk egy kis vizsgálatot. Az egyik, a negatív tulajdonságok pusztító energiával rendelkeznek, nagyon erősen. A pozitív tulajdonságok teremtő energiával rendelkeznek. Például, képzeljünk el, otthon vagyunk és főzünk, jön egy vendégünk vasárnap, főzünk, gondoltok, na most ez a vendég annyira fontos, főzök neki a legjobbat. És akkor megfőztünk, minden legjobb dolgokat beraktunk, és akkor jön vendégünk, és mi oda megyünk, hogy ülj le, gyere, itt van, tessék neked, főztem. És akkor ő válaszol, edd meg te ezt a moslékot. Hoppá, volt hatás? Elromlott a kapcsolat ilyen emberrel? Azonnal, ugye? Romboló. Azonnal pusztító. Szóval negatív tulajdonságok pusztítják a kapcsolatot. Ez egy energia. Amikor valakivel meg akarunk osztani valamit, belső valami megvalósítása. És azt mondja, na megint hülyeséget beszélsz. Elrontja a kapcsolatunkat? Vagy mondja, na ma egyre jobban szeretlek ezek után. Nem ezt fogunk mondani, hanem teljesen kész leszünk, meg fogunk zavarodni. Igen, szóval a tulajdonságok energia. És amikor mi negatív tulajdonságokat kultiváljunk, ami ebben a világban minket bátorítanak erre, ugye, menj az X-faktorra, legyél legjobb, ez nem jó, ez büszkeség, akkor ezt fogunk minden rontani. Jó, megyünk a következő. Akkor, és akkor mit fognak elpusztítani? Ez a hat ellenség. Gazdagságot, az biztos, elpusztítják. Ez nem én mondom, mert mindjárt fogok idézni egy másik védikus írásokból. Viszonyokat, és még harmadik, lelki tudatot. Ezek nagyon veszélyes dolgok. Az ember, hogyha ezekkel rendelkezik, akkor nagyon fog szenvedni az egész világban.
akkor ugyanakkor ez a hat, a ké, mit jelent, hogy ké? Ké ez a önzőség, egoizmus. És a szenvedés, vagy a szenvedésnek az oka, vagy az első, hát igen, az oka, ez a pont a önzőség. És a ké, ez az önzőség formája, és az mindig elégedetlen. Mindig kevés, még ezt is akarok, azt is akarok, mindent akarok élvezni. Ez nagy ember egyre jobban tudatja fókuszál saját magára, és ilyen kapcsolat az kihasználó. Amikor mondanak a szerelemről, sokszor szerelemet összetévesztenek a szeretettel. Mert a szeretet az odaadó, a szerelem az ideadó. Amikor kihasználnak egymást, ez a ké. A ké az, az amikor én ki akarok szívni mindenkiből mindent. És hogyha van egy akadály, ha valaki nekem próbál megakadályozni, hogy én élvezzek azt, amit én akarok, én találtam ki, akkor fog jönni a düh. És fogok csapni az ajtót, fogok dobálni tányérokat, és így tovább. Szóval ez a ki nagyon nagy ellenség. Viszont amikor a dühbe gurul az ember, akkor kikapcsol intelligencia. Például csak meg lehet nézni, hogyha akarnak kísérletet csinálni. Hát nem ajánlom, hogy fel kell dühíteni valakit, mert ehhez kell, hogy legyen valaki dühös. De hogyha lesz ilyen, hogy valaki dühös, akkor észre lehet venni, hogy ő nem tud gondolkodni. Intelligencia nincs. Ki van kapcsolva. Ezt mondják a védák, hogy így működik. És akkor jön a mohóság, amikor ember nagyon szegénynek érzi magát, akár mennyi zsák pénze van. Jön az illúzió, minden szép és jó, én vagyok a legjobb, olyan csodálatos minden, mindig most így lesz, mindig nem lesz. Jön a büszkeség, hogy sajnálom, hogy nálam jobbat, senkit nem találtam idáig. Hát, ilyen, hát én ilyen különleges vagyok, hát most mit tehetek ki róla? Én őszintén mondom. Ugye, ez a büszkeség. És az irigység az nagyon fájdalmas. Azt mondják, hogy irigy ember, ez úgy lehet elképzelni, hogy ő szenved a legjobban. Mert mindenkire mindig irigy, és neki fáj. Észrevettétek? Aki irigy, ő neki jobban fáj. Hogyha rám irigy valaki, nekem ez nem fáj. De neki nagyon fáj, mert ő irigy. És azt mondják, hogy irigy ember, ez olyan, mintha mi fogjunk parazsot, viszünk mindig a kezünkbe parazsot, és nem tudjuk lerakni, és mindig égeti. Ez az irigy, ő mindig fájdalmat tapasztal. Mert ő mindig akarja valami jót, de mindenki rossz. Egyszerűen nem találja. Igen, és akkor itt van egyik Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam, innen is van egy nagyon jó idézet, hogy az embernek a kéje hogy működik. Hogyha valaki rendelkezik ezzel a kéjjel, akkor nagyon sok mindent el fog veszíteni, le fog gyengülni. Én itt el tudjátok ezt olvasni. És volt még egy de Sade, François de Sade, aki, na ő azt mondta, nincs szabad akarat, semmi, ezért nem érdemes morális elveket követni, nem érdemes jó ember lenni, hanem éljünk, ahogy tudjunk. És mert semmi, nincsen semmi jó akarat, teljesen ilyen furcsa ember volt, be és zártak börtönbe párszor. Furcsa könyveket is írta, de azért híres, mert nagyon okosan beszélt. És akkor ő azt mondja, ja igen, mindjárt, még egy pillanat, mindjárt fogok mondani, amit ő mondja. Karma törvény azt mondja, hogy nincsen semmi ingyen. Minden, amit mi próbáljunk élvezetnek használni, mindenért majd kell fizetni. Ugyanúgy, mint az áramot, mikor valaki használja, azt kell fizetni.
És ezért van, hogy hogy kell, hogy kell úgy élni. Hát ha betartani Isten törvényeket, az azt jelenti fizetni a számlákat. Igazából akkor, akkor nem lesz korlátozott. Mert hogyha mi otthon nem fizetjünk be a számlát, a villanygáz számlát, akkor karácsonyra nem lesz vízünk, nem lesz fűtésünk. Kikapcsolják. Korlátozni fognak a mi szabadságunkat. És azt mondja a Deszád, akiről mondtam, hogy semmi se akadályozza annyira az élvezetet, mennyire maga a szeretet. Érthető, miről van szó? Hogy igazi szeretet, ez azt jelenti, hogy akkor nem magamról van szó, nem a saját élvezetemről, hanem másokat kell törődni, neki örömet okozni, és akkor gondoskodni, ez a szeretet. És akkor ő mondja, hát őszintén mondta, hogy ő tapasztalta, hogy ahhoz, hogy én szétélvezem magamat, ahhoz nekem nem kell szeretni, nem szabad, mert akkor nem fogok tudni élvezni, mert akkor a legjobb dolgokat át kell adni, akit szeretem. Ez egy ilyen kis negatív embertől, de jó bölcs mondás volt. És most megyünk fölfele, most leereszkedtünk, szabad akarat, hogy hogy működik, néztünk, és látjunk, hogy jót mondanak a tudósok, csak össze kell rakni egy képbe, és akkor minden igaz, tudjunk rendelkezni szabad akarattal, és nem is. De akkor hogyan tudjunk ezt fejleszteni? Miért kell szabad akarat? A szabad akarat felszabadít minket a szenvedéstől. Minnál korlátozabb az ember, annál jobban szenved. Ezért kell. Csak szabad ember képes szeretni. Minnál kevesebb szabad akarata, annál kevesebb tud szeretni. Hát egy önző ember hogy tud szeretni? Önző ember az azt jelenti, hogy nincs szabad akarata. Ő magán kívül nem tud senkit szeretni. Nincs szabadsága máshogy dönteni. Nem tud szeretni. Ezért ahhoz, hogy valaki ténylegesen boldog legyen, mert boldogság ez a szeretet, ahhoz kell teljesen szabad lenni. Erről szólnak a védikus írások igazából. De az a cél. Embernek a célja, az élet céljája szabad lenni. Nézzük meg akkor, mi az út. Elsősorban ez a tudásra van szükség. Tudás nélkül nem lehet. Szóval kell megfelelő hiteles tudás, és nem ez a tudás, amikor mondják tudósok, én gondolom így, én szerintem így, mert ez relatív dolog. Hanem ahogy mondtam, hogy kell egy olyan vélemény, egy olyan forrás tudás, amelyik hibátlan. És hogy már említettem a Védát, az hibátlan, mert ez Istennek a véleménye. Aki például elolvassa a Bhagavad Gita-t, az meg tud tanulni úgy látni világot, ahogy Isten látta a világot. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen, hibátlan. És olyan ember már nem lehet legyőzni, mert hogy lehet legyőzni egy tiszta véleményt? Nem lehet. Ezért tudás tiszta kell, hogy legyen, és hiteles. Bentartani boldog élet törvényeket, amiket én mondtam, ami dharmának is neveznek, ez is fontos. Mit jelent ez a dharma, betartani? Hát pont, amit, hogyha mi most megnézünk a védikus kultúrát, ő azt tanítja, hogy mindenért háláld meg. Minden, amit kapsz, akkor tudjál, hogy te ezt kaptál Istentől, vagy Isten által, ezt most közvetítve, de ő akaratából, és legyél hálás. És ezért vannak többféle ilyen hálás kifejező, hát lehet mondani ritusok, vagy áldozatok, nem az ember áldozat, nem az állat áldozat, hanem ahogy minden kultúrában ez történik, ez nem csak a védikus, hanem mikor emberek kapták jó aratást, akkor mentek templomba és csináltak valami felajánlást templomba, meghálálták Istent.
Ilyen. Akkor van többféle más, hogy mondjuk, kötelességek is. Milyen kötelességet jár, hogyha valaki vezető, hogyha valaki üzletember, hogyha valaki másféle cselekvéssel rendelkezik, van többféle a kötelesség, de ez a kötelesség mindig tanítja arra, hogy ember kezd lenni hálás, legyen hálás. Mindig lásson, hogy nem magától süt a nap, hanem ez valaki bekapcsolta, és hálás kell lenni. Ez a fizetés igazából. Nem kell pénzt fizetni a napért, hanem hálás lenni. Akkor, ahogy beszéltünk, hogy negatív tulajdonságok kultiválása korlátozza a szabad akaratot, ugyanúgy a nemes tulajdonságok szabadat tesznek az embert. Mellette, hogy pozitív teremtő energiával rendelkezik. Ahogy mi most volt példát csináltunk, emlékeztek, ugye? Hogyan rontja kapcsolatot a negatív tulajdonságok. Most nézzük meg példát, pozitív tulajdonság mennyire építő energia. Amikor mi ugyanaz a szituáció, otthon várunk vendégre, vasárnap főzünk, és vagy elment a gáz, és félig nyers maradt, vagy valami történés is leégett, vagy kifutott, szóval össze-vissza sikerült az ebéd. Mi teljesen ki vagyunk, hogy jön a vendég, és már nincs időm, nem tudok semmit javítani, és csak ilyen. És akkor jön a vendég, és mondja, na, jöttem, hívtál az ebédre, mit főztél? Hát, figyelj, szerintem ebből ne is kóstoljál. De gyere. És akkor ezt is, ó, figyelj, hát olyan kedves, hogy ezt csináltál nekem, tökéletes, mert tudod, nekem fontosabb az, hogy te szándékod. Te akartál nekem ezt csinálni, és olyan boldog vagyok, és elkezdnénk nekük mondani pozitív dolgokat, mi lesz a kapcsolatunk, ha felépül azonnal. Ugye? Szóval a nemes tulajdonságok szabadságot adnak. Negatív tulajdonságot megkötnek. Ezért ez nagyon fontos. Vidikus írások mondják, hogyha ember nem kultiválja ezeket a tulajdonságokat, ami van 21 emberi tulajdonság, akkor addig szeretetre nem képes. Mert ahogy beszéltünk, szeretni csak szabad ember képes. De hogy lehet felismerni, ki szabad? Mert akkor ő ezekkel a tulajdonságokkal fog rendelkezni teljes mértékben, akkor az az ember szabad. Ez egy másik előadás lenne, hogyha most bemegyünk a tulajdonságokba, de hogyha valaki kíváncsi lesz, akkor majd egyszer lehet csinálni erről. Mi most csak nézzünk, szabad akarat létezik, vagy nem létezik, miért kell, és lehet-e szabad lenni. Ma csak ez a téma. Nem ígérem, hogy ma mindenki élen kisétál, és rögtön szabad lesz, de legalább megtudja, hogy lehet-e, vagy nem. Szolgálat. A szolgálat az a minden élőlénynek a természete. Minket most fordítva tanítják, hogy hú, ne alászkodj senki előtt, te vagy a menő, te vagy a macsó, mert nem tudom, miket mondanak, de ez nem a természetünk. Mikor jó érzünk magunkat? Amikor a főnököt szolgálunk. Hogyha a főnök velünk elégedett, akkor jó, érzünk, ha akkor mondja, figyelj, 13. nem, te 14. fizetésed kapsz, mert annyira jó csináltál. Mert jó szolgáltunk. Mikor gyerekek szépek, egészségesek és boldogok? Mikor a szülés szolgálnak a gyerekeket? Mikor úgy kapcsolat virágzik férj feleség között? Mikor szolgálat, nem kihasználat, hanem szolgálat hangulat van, akkor ragyogó a kapcsolat. Ez a természete. Ez, hogyha valaki próbál kultiválni, akkor fog érezni szabadságot. Ezek a gyakorlatok, amit segítenek a szabad akarata
elérésével. Igen, és hogyha szabad ember és boldog, amikor tud szolgálni. Mert amikor másoknak örömet okozok, és akkor ettől boldog vagyok, annál nagyobb boldogabb ember nem lehet. Megint a nagyon gyakran ezt a példát használok, ami ebbe a világban eléggé jó példa. Ez az anyuka és a gyerek. Az anyuka egyfajtában szolgál a gyerekét, megszületik, beszélni nem tud, csak ilyeneket csinál, egész nap nem alszik anyuka ott, mert sír, mert a fog, vagy begyullad valami, és akkor sír, és akkor ott kell benne lenni, akkor egyfolytában pelenka, meg minden. Most már nem is pelenkát neveznek? Magyarok hogy mondják? Pelenka vagy pampers? Pelenka. Pelenka. Jó, mert oroszok már kicserélték azt a szót, pedig furcsa nekem. Ők mondják, nem is mondom, pampersek. Mert teljesen mondja, így mondják, pampersek. Lényeg, ugye, és akkor anyuka, utána a gyerek mit csinál? Ő csak szalad, nem mondja köszönöm. Nem volt, de zavarja anyukát? Nem. Ő csak megy, már munkahelyen már gondolkodik, mikor megyek haza, főzek neki, vagy valamit csináljak, vagy játszok vele, és egyfajtában szolgál a gyereket. És akkor a gyerek nem mondja, ó, köszönöm szépen, ó, olyan hálás vagyok. Kinek mondta ezt? Én anyukámnak sosem mondtam. De anyukám mindig boldog volt. Mert ez normális. De ő szolgálja, és ő nagyon boldog. Amikor főz gyereknek. Boldog. Szolgál. Boldog. Amikor jön gyerek, és eszik, anyuka jobban boldog, mint a gyerek. Amikor eszik a gyerek. Ez szolgálat. Igen, ez így működik. Szóval ez, hogyha mi így csináljunk, akkor lehetünk boldogok. És akkor mit jelent akkor szabad akarat? Teljes mértékben, ahogy már mondtam, hogy tartok a végére. Szabad akarat, hogy felszabadulni, ez nem más, mint korlátjaink, ez a még hogyha mi gazdagok vagyunk, és egészségesek vagyunk ebből szempontból, és nincsenek traumák, szamszkárok, ahogy elején beszéltünk, és mi teljes egészséges és jó emberek vagyunk, és önzetlenek vagyunk ebbe az életbe, és gondoljuk, akkor én most teljes szabad akarattal rendelkezek? Nem. Miért? Mert én még alárendelve vagyok valaminek. Születésnek, öregedésnek, betegségnek és a halálnak. Ez is szabad akarata korlátjai. Ezért a védikus írásunk, ők azt mondják, hogy igazi felszabadult személy, akinek teljes szabad akarata rendelkezik, vagy tiszta, vagy szabad, nyitott, aki felszabadult a születés, öregedés, betegség és a halál törvényeik alól, az a szabad akarat. Igazából. És ez a feladat. Igazából mondják a védikus írások, mindenki, aki emberi testbe született, lélek, ez a küldetése, hogy felszabaduljon. De most utolsó mondat, utána megyünk értesekhez, hogy már kicsit bebonyolítjunk. Igen, ez a szabad, ez a teljes szabadság, mikor már ember nem, nincsen alárendelve az anyagi világnak törvényei alá. Karma, mert születés, betegség, halál, ez karma törvények. De fel lehet tisztulni, fel lehet emelkedni ezek fölött. De akkor mi történik? Akkor én csak ilyen szabad vagyok? Nem. Hanem akkor a szabad akaratom van mégis függésben. Szóval a lélek mindig függésben lesz. Vagy függünk az anyagi karma törvényektől, születés, betegség, halál, vagy felszabadulok, és akkor függünk a lelki szeretetten. Mert lélek nem tud lenni független. És a szabad akaratunk abból igazából van, hogy én hogy akarok függni az anyagi karma törvényektől, és akkor itt mindig megrágni a megrágódott, vagy én döntök, és függök a lelki szeretettel. Ami egy szempontból függőség,
Más szempontból teljes szabadság igazából. Ez egy ilyen érdekes fogalom. Mit az anyuka? Ő szabad, mert ő nem sértődik gyerekre, ugye? Mert ez a szeretet pont mutatja megint az anyukába. Ő nem sértődik a gyereken, amikor valamit csinál, vagy amikor hisztizik, vagy valami, csak így nevet rajta. Mert ő szabad, mert szeret. Aki szeret, az nem tud megsértődni. De ugyanakkor függ. Nem? Anyuka függ a gyerekén, a szeretettél. Ezért a lélek nem tud lenni független, az igaz, tudósok szempontból, de annyi szabad akaratokat döntsünk, hogy függünk az anyagon, ahol nincs szeretet és szenvedés, vagy függünk a szeretetten, ahol mindig boldogság. Oké, akkor függni lehet a lelki energiától, az a szeretet, vagy anyagi energia, ami önzőség és a hat ellenség. Többet nem kínozunk. Hogyha vannak, általában nem nagyon szokták, de hogyha vannak kérdések, akkor nagyon szívesen megpróbálunk válaszolni. Megy az emisztés, érzem a vibrációt. Nagyon szépen köszönöm, hogy kedvesen meghallgatták, eljöttek. Szép estét! Mindenkinek további szép estét kívánok, kellemes, nem sokára ünnepeket, ami két hónap múlva beköszönnek. Sok sikert, egészséget, és boldogságot, és lelki kutatásokat kívánok. Köszönöm szépen!